Lájkold te is a Szigetkősport Facebook oldalát! A műsorszámot támogatta a Berge Transport Kft. A Borháló Mosonmagyaróvár, ahol minden a bor körül forog. Az Extrém Vas Mosonmagyaróvár legmodernebb autómosója. Hushegyi Anita ötvösmester. A Lajta Medikál Csaba utca 5. A Bernát cukrászat bemutatja sajtos rudacska, a roppanós élvezet. Valamint a Flex fényhegesztés technikai és szerszámkereskedőház Kft. A műsor főtámogatója a Greiner by One Hungary Kft. Szigetkössport. Az Éllovas 24 mérkőzés óta veretlen Krédóbusz Mosonmagyaróvár a negyedik helyezett Eto Akadémiát fogadta április utolsó vasárnapján. Az óvári kezdőcsapatba bekerült a győri nevelés Illés Dávid. A vendégek kezdőjében egy 16, egy 17 és két 18 éves játékos is lehetőséget kapott. Gyorsan megszerezte a vezetést a feketemezes MT-je, Tóth László jobboldali szögletét a rövidre érkező Vég Bence fejelte védhetetlenül a bal felső sarokba. A negyedik percben Szalka passza után Cingráber 28 méterről vállalkozott lövésre, ami egy győri védőn irányt változtatott és a hosszúba pattant. Nem sokkal később Szalka Dominik tört be a 16-oson belülre, de Vidnyánszki Ádám végül szerelni tudott. A 12. percben Heinrich Ívelt Illéshez egy labdát, aki remek ütemben ugratta ki Szalkát a leshatáron. Az óvári támadó a 16-oshoz érve visszapasszolta a labdát Illésnek, aki 6 méterről a kapuba gurított. A félidő közepén Horváth Kevin szöglete után Deák került helyzetbe, a győri védők azonban többször is blokkolni tudtak. Tóth László remek labdaszerzése után Szalka előtt adódott gólszerzési lehetőség, de Szabados remek ütemben érkezett és blokkolni tudott. A másik oldalon Tamás Kornél szabadrúgását Heinrich ütötte fölé. A 44. percben Vég Bence ívelt Simitához, akinek a bepasszolt labdájába rosszul ért bele Tulner, így az a hálóba pattant. A második félidőben Mucska, Hanzli és Deákovics beállásának köszönhetően feljavult az Eto játéka. Az 59. percben azonban mégis a Mosonmagyaróvár szerzett gólt, hiszen Deák ívelését Boros fejelte az Eto kapujába. Egy kiugratás után Erdei törhetett volna kapura, de Heinrich remek ütemben mozdult ki a kapujából és tisztázott. A hajrában Tóth Martin passzát Szegő nagy helyzetben lőtte mellé. Hanzli, Farkas és Erdei kombinált remekül az óvári térfélen, végül utóbbi lövését védte bravúrral Heinrich. A másik oldalon Durszó 25 méterről lőtt fölé. Nem sokkal később megint Erdei került helyzetbe, de a próbálkozása ezúttal nem talált kaput. A 92. percben Nagy Zoárd tökéletes ütemben ugratta ki Szegőt, aki 8 méterről a jobb alsóba lőtt. A Krédóbusz Mosonmagyaróvár megérdemelt győzelmet aratott a fiatalokkal felálló Eto ellen. A mérkőzés az első 15 percben eldőlt, igaz a második félidőben a cseréknek köszönhetően feljavult a vendégek játéka. Volt olyan jó néhány olyan játékosunk, aki az utóbbi időben kevesebbet tudott pihenni. Nyilván még lett volna egy-két játékos, akit szívem szerint lehoztam volna, de ugye csere lehetőségek nem tették lehetővé. De azt gondolom, hogy ebben a sűrű időszakban, ami most ránk vár, hogy szerda-vasárnap is játszunk, ez nagyon-nagyon fontos lesz, illetve kifizetődő lesz talán a számunkra, illetve azért azt se kell elfelejteni, hogy 38 mérkőzés van, ugye rengeteg csapat játszik, úgyhogy a bajnokság vége felé kifejezetten oda kell figyelni azokra a játékosokra, hogy maximálisan teljesítményt tudjanak leadni. És gratulálok a Mosonmagyaróvárnak, megérdemelték a győzelmet, úgy csinálták a dolgukat, ahogy egy profi csapatnak kell, villámgyorsan lerendezték a mérkőzést, tehát 15 perc alatt kaptunk 3 gólt. Ugye mire készültünk is, megtudtuk, hogy a pontrugásokban erősek, fizikálisan van 6 magas játékosuk. A mi játékosaink ezt nem tudták kivédekezni, megkaptuk belőle a gólt, egy megpattanó labdából, tehát gyakorlatilag itt 20 perc alatt eldőlt a mérkőzés. Az MT-je a hétközi fordulóban Sopronba látogat.